Jó reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 31-én, szombat reggel. Szép ez a kórház egyébként. Nagyon remélem, hogy ez cölöpökre épült, mert ez a sarokra itt sok száz tonnával itt lejön, az probléma lesz. Most alátámasztották, alátámasztották néhány ilyen támmal, na ez megindul, ez halottnak a csók, ez a támasztás. De valószínűleg ez cölöpösről áll, mert hát ki van szedve 2 métert az alap mellett. Nagyon magas. Úgyhogy több száz tonna ez. Hát, ha ez megindul, akkor szar van a palacsintában. Jó dolga van, ember megtankolja a gépet. Hozza a gázolajat, kurva messze van, és szépen tankolja megfele. Az a helyzet, hogy fasz a gyerek. Tegnap kiszedtem itt ezt a sarkot, ahol ott a támasztás van, meg az a lebetonozás. Ennek a folytatása lesz ennek a támfalnak, amit itt építenek. Ott a cső alatt, ami ott alá van támasztva a cső, azon kiszedtem neki úgy, hogy nem kellett lapáttal hozzányúlni. De mondom, jó, megcsinál nekünk mindent. Megbecsültem a Bergson srácnak, Baszilnak hívják, Albán. De ő is. Még nem kellett kiszállnom a gépből tankolni, nem kellett kiszállnom összedobni a csövet a kalapácsnak, hívjuk a csöveket. Mindent megcsinál, én is megcsinálok mindent. Ez így működik. Az a helyzet. Érdekes a figura. Mert ez nem olyan szájt, hogy itt ez a, ugye van az a szájt, ahol az a számít, hogy beregjen a gép, tehát, hogy csináljál valamit, hogy lássák, hogy dolgozol. Ha van munka, ha nincs. Ez nem az a fajta szájt, itt ha nem megy a gép, akkor nem megy a gép, de Vasil az állandóan mondja, hogy valamit kaparázzak, mert akkor ő kell. Tehát ő az én becsmenem, én nélkül nem dolgozhatok. De ha dolgozok, akkor ő viszont kell, és nem vezénylik el máshova. Ha nem hülye gyerek, ugye eládogál itt mellettem, nem vezénylik el máshova vasat szerelni, zsalut hordani, stb. El van a gép mellett, de hát, ha látják, hogy a gép áll, akkor őt elküldik máshova. Mindig mondja, hogy valamit csináljak. Mert akkor ő itt szépen el van. Nem hülye, persze, nyilván. De mondom, hogy sikerült kiszedni tegnap ezt az egészet úgy, hogy csontra. Semmit nem kellett lapátolni. Kifordított tanállal kiszedtem a cső alól, ott a fal tövébe is kiszedtem. Úgyhogy ez eddig jó. De itt annyi föld van már alattam, meg itt mellettem, itt mögöttem, hogy itt már skip is tele, ez a konténer is tele van. Most már nagyon erősen földet jön elszállítani. Csak ugye itt másképp nem lehet. Vagy benyúl egy ilyen a kerítésen kívülről, ha eléri egy olyan teherautó, amik egy csipegető, és azt amennyit elér, felszed magára, a kerítésen kívül megállva, vagy ebből a konténerrel elhordják. Ide nem, de hát a dalunak más dolga is van, hordja a zsalut, a vasat, a betont, mindent, annak 1000 dolga van a dalunak, nem mindig tud ideállni, ide jönni, ugye hát elszállítani ezt, kiemelgetni ezt a konténert a földdel, így aztán felgyűlt itt cefetül. Itt állok, vagy jó fél méter vastag kupacon állok, meg még ott van egy nagy kupac, a szám. Szóval lehet, hogy folytatni kéne a lemezeknek a teret. Tehát a lemezek valószínűleg benn maradnak. Nem hiszem, hogy valami ezt innen kihúzná. Szerintem levágják majd abban a mélységben, ahol már nem zavar senkit, aztán fölépítenek majd, ami kell, utat vagy valamit. De ez már innét, ezt ki nem húzzák ezeket a lemezeket. Na mindegy. Földet kéne most már innen elvinni, mert van itt vagy 50 köbméter föld, amit el kéne szállítani. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Szombat van, egyik vagyunk, túlórába fizetik, probléma egy szár sem. Kérem szépen, múltkor hoztam
valamelyik, múlt héten azt hiszem, ilyen aprószemű zöld fügyét, ami nagyon finom egyébként, mézédes. És itt van a másik fajta, ami nagyobb, és nem, ez a lila színű füge. Ezt ismerik általában Magyarországon. Ezt ismerik jobban. Ezt ismerik jobban. Baszd meg azt a leeső telefonos kurva anyádat azt. Állandóan leesik ez a szarinnét. Nem tudom másképpen föltenni, hogy egyensúlyi helyzetben van a gépnek a ablakán. Ezt nem hiszem el. Leesik ez a kibaszott. 10-szeres ütlettelefon. Jó van. Most kapták vissza a konténert.